valóság. Gyenge Júlia néhány hónapja kezdett el zeneiskolába járni, de már kiskora óta énekel. Ez alkalommal a Bonyhárdi Zeneiskola karácsonyi koncertjén szerepel. Sok izgalommal telt a felkészülés is, illetve a maga a fellépés is. Egy hónapja talán akkor kezdtük ezt a dalt gyakorolni. Én népi éneket tanulok, és hát általában egy órásak a próbáink. Ilyenkor bemelegítjük a hangomat, meg különböző skálázással gyakorlunk, illetve különböző tájegységekről begyűjtött dalokat tanulunk. Énekeltem már moldvai dalokat, mezőségi dalokat. Ilyen az erdélyeket különösen kedvelem, mivel rengeteg benne a gyönyörű díszítés, és ez miatt nagyon szépek ezek a dalok. Világéletemben nagyon szerettem énekelni. Nemrég költöztem ide Magyarországra, előtte Délvidéken éltem. Ott is tanultam népdalokat, tehát nem csak ettől az évtől kezdtem énekelni, hanem már előtte is énekeltem, csak most kezdtem hangképzést is elsajátítani. Felkészítő tanárom Siklós Krisztián, ő népzenész, játszik hegedűn, illetve azt hiszem, hogy brácsán, és meg hát tulajdonképpen minden vonós hangszerhez ért szerintem. Ő tanítja az öcséimet is, ők népi hegedűt, illetve brácsát tanulnak nála, én pedig maradtam az éneknél. Már több éves hagyomány Bonyhádon, hogy a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyváron ünnepséget szervez, melyen az iskolások műsorral kedveskednek diáktársaiknak, tanáraiknak és családtagjaiknak, ezzel is hangolódva a karácsonyra. Minden intézménynek van egy ilyen adventi hangversenye, így mi sem maradunk ki ebből, az iskoláknak, óvodáknak, sőt középiskolásoknál is mindig van egy adventi hangverseny, így hát a zeneiskolában sem maradhat ez ki, ez a hangverseny, és hát ilyenkor mindig a gyerek nagy készülődéssel várják ezt az alkalmat, hiszen a hangszeres gyerek nem csupán a hangszereken játszanak, hanem beáll a kórusokba, és közös éneklésben is részt vesznek, mint szólfés csoportok. Ez minden évben megrendezésre kerül ilyenkor adventáján ez a hangverseny, hiszen ez a készülődés, ez minden ember lelkében ott van, hiszen várakozás a karácsonyra, tehát ez az adventi készülődés, adventi koncert, ez mindig része a zeneiskola életének. Nagyon színes műsorunk lesz, hiszen gyerekek énekelni is fognak, aztán lesznek egyéni hangszeres játékok, és lesznek kamara darabok is. Amiben én játszom, az egy 6 trombitára írott darab lesz. Én ugyan harsonával fogok játszani, hogy én adom a darabnak az alját, a basszus szólamot. Ez egy 6 trombitára írt darab lesz, ami Gyurko István barátom hangszerelt, és ezt a gyerekekkel közösen fogjuk előadni. Ezekre az alkalmakra már hetek óta készülünk, és hát mindig nagy izgalommal várjuk, hiszen ilyenkor ez mindig teltházas közönséget vonz ez a rendezvény, úgyhogy már hetek óta erre a koncertre készülünk.